A beszélgetés témája élni értelemmel, céllal és bölcsességgel a digitális korban. Rich Fernández kezdte a beszélgetést. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm Önöket! Rich Fernández vagyok a Google oktatási képzési csapatából. Körülbelül hat hónappal ezelőtt írtunk egy leveletek Hártollénak, amelyben arra kértük, jöjjön el a Google-hoz. Eckhart Havert, gyere el a Googleba. Mondtuk. Nos, valami ilyesmi. Mi készítjük, fejlesztjük a világ legértékesebb és a legtöbbet használt technológiáját. Arra törekszünk, hogy nagyszerű dolgokat csináljunk és változtassunk a világon. És miközben létrehozzuk ezt a káprázatos technológiát, szeretnénk odafigyelni a saját belső fejlődésünkre is. Fel akarjuk tenni magunknak a kereső és méreható kérdéseket arról, hogyan boldogulunk a világban. Miközben optimalizáljuk a technológiánkat, hogyan tudjuk optimalizálni az életünket is, hogy a legjobb önmagunk lehessünk. Mindezt sokkal könnyebb mondani, mint megtenni. Egy folyamatosan működő online világban nagy tempóval és nagy intenzitással élünk. A nap sürgető kérdése, hogy hogyan tudjuk intelligensen alakítani a munkánkat és az életünket időnk és figyelmünk iránti összes elvárás mellett. Az információ áradat közepette, hogyan tudjuk megkülönböztetni a jelet a zajtól, hogy hozzáférjünk ahhoz, ami a leglényegesebb mindannyiunk számára, és a szerint cselekedjünk. Eckhart Tolle üdítően kortás módon közelíti meg azt a kérdést, hogy mit jelent értelmes és ihletett életet élni, méghozzá nagyszerű intelligenciával. És így, így létezve, hogyan tapasztalhatjuk meg mindannyian a tisztánlátás, a béke és az élet örömét. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy Eckhart elfogadta a meghívásunkat is, igent mondott, hogy ma idejöjjön. Ismeri az elveinket, mi szerint milyen érdekeltek vagyunk abban, hogy a legjobb önmagunk legyünk, és értelmes, ihletett munkát végezzünk. Arra törekszünk, hogy jobbá tegyük a világot, és ő megérti, hogy mi tisztában vagyunk azzal, hogy a világ átalakításához először önmagunkban kell a szükséges átalakulást elvégeznünk. Eckhart tehát azért van ma itt, hogy segítsen és tegyen javaslatokat néhány megfontolandó dologgal számunkra. Olyan beszellereket írt, mint a most hatalma és az új föld, amelyek világszerte több millió példányban keltek el, és amelyeket 33 nyelvre fordítottak le. Széles körben a bölcsesség és a tudatos élet egyik legjelentősebb tanítójaként tartják számon. Eckhart beszélgető társa ma, a lelnökünk, Bradley Horovitz lesz. Amikor felajánlottuk Bradleynek, hogy a számos beszélgetés részeként párbeszédet folytathatna Eckharttal, nagyon izgatott lett, ami érthető, mert Bradley ilyen jó fej. Bradley segített a Google, a Google alkalmazások és a Google létrehozásában is, amit mindannyian szeretünk. Szóval... Minden további nélkül kérem önöket, csatlakozzanak hozzám, és köszöntsék Eckhart Tollét és Bradley Horovicot, akik arról beszélgetnek, hogy mit jelent értelmesen, céltudatosan és bölcsen élni a digitális korban. Eckhart Tolle, köszönöm. Bradley Horovic a Google és az itt lévő sok Google tag valamint azok nevében, akik a túlzsúfolt termekből kapcsolódnak be. Üdvözlöm Önöket! Örülök annak, hogy itt vannak. Nagyon különleges, hogy itt vannak. Úgy tudom, hogy nem gyakran látogatnak el vállalatokhoz, így ez egy közös utazás volt, amelyet együtt tettünk meg a nap folyamán. Eckhartnak nemrég volt pár perce, hogy találkozzon néhányunkkal. Ezt nagyon értékesnek találtuk. Az egyik dolog, amit ma reggel megvitattunk, a tudatosság volt, és az információ és a tudás közötti különbség. A Google küldetése, hogy rendszerezze a világ információit, és ha a rangsorra gondolunk, úgy gondolom, hogy van a jel, az adat, az információ és a tudás, a piramis csúcsán pedig a bölcsesség áll. Arra lennék kíváncsi, hogy tudna -e egy kicsit nyilatkozni arról, hogy mi a különbség az információ és a bölcsesség, tudás vagy tudatosság között. Eckhart Tolle. Jó kérdés. Tegyük ezt félre egy pillanatra, hogy elmondja, mennyire örülök, hogy itt lehetek. Mennyire lenyűgözött, amit láttam. Az itt dolgozó emberek és a szervezet általános energiamezője. És ha eljöttek a sok fiatal itt, ha egyenesen a főiskoláról jöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy nem is tudják, milyen szerencsések, amíg egy másik cégnél nem kezdenek el dolgozni. Talán mindenkinek, aki itt dolgozik, elmondható, amit Indiában mondanak. Nagyon jó karmád lehet, ha itt dolgozol. Az emberek nyitottak, ami tükröződik a szervezet struktúrájában. A dolgok elrendezésében, a kis szobákban, ahol lehetőség van a csendre, a meditációra. A kávézókban és minden másban egyszerűen hihetetlen. Így én is nyitottságot tapasztalok az itt dolgozó emberekben, és sokkal kevesebb egót. Sok vállalatot, még túlnyomó részt mindig nagyon nagy egók vezetnek. Nem mondom, hogy itt még mindenki teljesen mentes az egótól, de sokkal kevésbé van jelen, mint sok más helyen. Szóval csodálatos itt lenni, és ha a könyveladásaim valaha is visszaesnek, és szükségem lesz egy állásra, remélem, hogy lesz, de valószínűleg nem lesz. Mert először is nincs számítógépes tudásom, másodszor pedig túl öreg vagyok. Mivel az átlag életkor itt valószínűleg. Harminc körül van. Tehát a kérdésed fontos volt, emlékszem rá, nem felejtettem el. A tudás, információ és bölcsesség hogyan kapcsolódnak egymáshoz? Természetesen a technológiai forradalommal, információs forradalommal, digitális forradalommal, vagy nevezzük bárhogyan is, óriási mennyiségű tudás áll mindenki rendelkezésére. Majdnem az egész világ tudása. És az emberek közötti kapcsolatrendszer. És így tovább. Ami persze nagyon jó, hogy mindez elérhető számunkra. Fennáll azonban a veszélye annak, hogy a túl sok információ és a túl sok tudás elárasztja az embert. És a vízbefulladás alatt azt értem, hogy az elmét túlzott mennyiségű információval bombázzák, és ezért lemaradsz valamiről, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberi élet valóban teljes legyen. És ez a béke, a belső béke, vagy a csend helye, az a hely, amit úgy is leírhatnánk, mint minden intelligencia forrását, amiről sokan igazából nem is tudják, hogy létezik bennük. Ezért röviden szeretnék beszélni arról, hogy valójában a lényegről beszélünk, hogy mit jelent a spiritualitás. A spiritualitás nem egy bizonyos hit struktúra, nem egy bizonyos gondolatrendszerhez való ragaszkodás. A spiritualitás egy olyan dimenzió felfedezését jelenti, ami önmagunkban van. Ami mondhatjuk úgy is, hogy mélyebben, vagy magasabban van mint a gondolkodás folyamatos áramlása. És persze mindezt az információt és tudást gondolatként éled meg önmagadban. Tehát a gondolkodó elme mindig is aktív volt az emberekben sok ezer éven át de most még aktívabb, mint korábban, mert a hihetetlenül megnövekedett mennyiségű információtól energiát kap. Korábban csak egyszerű érzékszervi információt kaptunk a közvetlen környezetből, aztán később jöttek a könyvek, így most már ezek is hozzáadódtak. Aztán fokozatosan jöttek a tömegkommunikációs eszközök, és most ez a hihetetlen az információs technológiai forradalom, a számítógépek, és így tovább. Tehát ez felerősíti a gondolkodásnak azt a mozgását, ami minden emberben zajlik, ami önmagában nem feltétlenül rossz dolog. Csak akkor válik rossz és önpusztító dologgá, ha csak ezt tapasztaljuk meg magunkban a tudatosságunkban. Ha mindig csak ezt a, én ezt néha mentális zajnak nevezem, tapasztalod, akkor elkezded az identitásodat a fejedben lévő gondolatokból levezetni, abból, amit a gondolatok mondanak neked önmagadról, és csapdába esel ebben az identitásban, ami a gondolkodással való azonosuláson alapul. Minden spirituális tanítás rámutat arra a lehetőségre, hogy megtalálhatsz benned valamit, ami mélyebb a gondolkodásnál. Egy teret, egy csendet, ami mindig ott van. És az informáltságot, az információ töbletet csak akkor tudjátok sikeresen kezelni, a tudatosságotokban egyensúly van, a között, hogy az elméteket arra használjátok, hogy információt szívjatok fel, újabb információkat adjatok ki, hogy dolgozzatok az általatok felvett információn a bemeneten. És ha egyensúly van mind e között és valami között, ami mélyebben van bennetek, mint a gondolat. És tényleg ahelyett, hogy itt új tudást adnék nektek. Nem akarom ezt tenni, mert nem akarok hozzáadni ahhoz a tudáshoz, amit amúgy is befogadtok. Ez sokkal több, mint amire valaha is szükségetek lesz. Tehát ahelyett, hogy itt tudást adnék nektek, azt szeretném javasolni, hogy első kézből tapasztaljátok meg magatokban azt a helyet, amit néha jelenlétnek nevezek ahol éberek vagytok, tudatosak, de nem gondolkodtok. És minden kreatív embernek van valamilyen hozzáférése ehhez a birodalomhoz. Ha igazán alkotók vagyunk, akkor el kell jutnunk arra a helyre, amely mélyebb, mint az analitikus gondolkodás. Maga az analitikus gondolkodás, vagy az információfeldolgozás nem kreatív. Tehát még ahhoz is, hogy az életedben egy problémára kreatív, új megoldást találj, szükség van némi alkotókész belátásra. Tehát akár a munkahelyi helyzetedben, akár a magánéletedben van egy probléma, akár valamit építened kell, vagy alkotnod, és zsákutcába jutottál, vagy szeretnél valamit létrehozni, legyen az akár egy műalkotás, akár egy új rendszer a számítógéphez. Erre nincsenek kifejezéseim. El kell menned arra a helyre, ahol a kreativitás felbukkan. És minden ember, aki alkot, aki kreatív, valamilyen módon hozzáférhet ehhez, még ha nem is tud róla. De ez nem csak az, ez nem csak az a hely, ahol a kreativitás megjelenik. Ez az a hely, ami józanságot ad az életednek, hogy Megtaláld a csend, a béke, az elevenség helyét, ahol legkevésbé terhel a legtöbb sokszor felesleges mentális zaj. Így, amikor újra elkezdesz gondolkodni, az valójában produktívabb lehet. Hogyan találod meg azt a helyet? Ha mindenkiben ott van, hogyan tudnám ezt felismerni magamban? Ez az igazi kérdés. Most csak három vagy négy belépési pontot tudok javasolni nektek ebbe a tudatállapotba is, miután ezt megtettem, folytathatjuk a beszélgetést. Egy nagyon egyszerű belépési pont, és ezért is lett az első könyvem címe a most hatalma, az a felismerés, hogy az egész életed a jelen pillanatból áll, és mindig csak a jelen pillanatból. A legtöbb ember talán valamilyen elvont módon tudja ezt, de nem képes érzékelni vagy érezni ennek igazságát. És én arra szeretnélek meghívni benneteket, hogy valóban érezzétek és átérezzétek annak igazságát, amit mondok, amelyet nem, még ha van is itt egy nagy filozófus, Valószínűleg ezzel nem tudna vitatkozni. Nem tudna vitatkozni ezzel az állítással, hogy bármit is tapasztalsz, az a jelen pillanat. Az egész életetek a jelen pillanatban bontakozik ki. Ez minden, amivel valaha is rendelkeztek. A legtöbb ember nem úgy él, mintha ez igaz lenne. Nem így élnek, hanem úgy élnek, mintha majdnem az ellenkezője lenne igaz. Mintha a jövő pillanat mindig fontosabb lenne, mint a következő pillanat. És ez ez a gondolkodással való túlzott azonosulás miatt történik, mert általában a gondolatok a következő dologról szólnak, a következőről, és a következőről, vagy arról, hogy mi történhetne, vagy mi történne. Tehát, ha csak erre a felismerésre tudtok eljutni, hogy ez minden, ami valaha is volt, és amit valaha is tapasztaltam, ez a pillanat. Ez kétségtelenül igaz. Semmi más nincs soha. És abban a pillanatban, amikor ezt teljesen felismeritek, csak azt tudjátok felismerni, hogy a éberség keletkezik bennetek. Hűha, éberekké váltok a jelenlegi pillanat erejének jelenlétére. Magának az életnek az erejére. Ebben a jelen pillanatban. Amely magában foglalja, igen. Magában foglalja az érzékszervi észleléseket, de áll abból is, nos nézzük csak, mi ez a jelen pillanat. Ez a jelen pillanat, ez a szoba, amit itt vizuálisan érzékelünk, amit látunk, hallunk. A fények. A szoba teljessége. Legyünk tehát éberek, hogy valóban érzékeljük ezt, és rá tudjunk ébredni arra, amit ebben a szobában érzékelünk. Van még valami, amit jelen pillanatnak nevezhetünk? Nos, ha elég mélyre nézel, igen. Van egy belső energiamező is a testedben, amit valóban érezhetsz. Hogy élsz. Érzed a lábadban, a karodban. Az is a jelen pillanat része, hogy érzékelheted a fizikai testet átható energiamezőt, amit szintén érzékelsz. Tehát van a külső érzékszervi észlelés, és van a testetekben lévő elevenség érzése. És ha teljes mértékben a gondolkodásban vagy, akkor ezt egyáltalán nem érzed. Nem érzed magad élőnek csak a ház felső szintjén, a fejedben élsz. Akkor nem lakod az egész házat. Tehát belakjátok. Elkezditek lakni az egész testet. Ez a jelen pillanat megtapasztalásának részévé válik, vagyis az érzékszervi észlelések. Igen, és még a mesterséges fénynek is van elevensége. Mert azt mondhatjátok, én jobban szeretem a napfényt. Oké, okay, én is, de még a mesterséges fénynek is van szépsége és elevensége. És van egy olyan szépség és elevenség, amit általában figyelmen kívül hagyunk, ami például megtalálható ennek a széknek a textúrájában, vagy bármit is viseljetek. És természetesen a virágokban. És hirtelen tudatára ébredsz ennek. És ez még nem minden. Csak a jelen pillanatban megyünk. Tehát megvan ez a külsőlegesség, és hirtelen értékeled mindannak az elevenségét, amit körülvesztéked. Másoknak viszont szereket kell szedniük, hogy eljussanak oda. Szóval neked nincs szükséged erre. Tudjátok, a szermánia emberek néha ránéznek egy teáskannára, és azt mondják, hűha, ó Istenem, de neked nem kell ezt tenned, csak legyél jelen, és akkor... Értékelni fogod a szépségét még egy sorozatgyártású teáskannának is. Ha kézzel készült és kézzel festett, még szebb, de még egy tömegesen gyártott teáskannának is van jelenléte. Ott van és egy élő energiamező. Minden fizikus megmondja nektek, hogy ez nem egy mozdulatlan teáskanna. A molekulák és atomok folyamatos mozgásban vannak. Minden eleven, és ezt nem veszed észre, ha állandóan a mentális zajban ragadsz, és csak az információkat veszed magadhoz. Jelen pillanat, érzékszervi észlelések, a test belső energia mezeje. És akkor mi van még a jelen pillanatban? Oké, akkor el kell jutnod oda, hogy igazán éberré válj, és a következő dolog, amit észreveszel a jelen pillanatról, az valójában a jelen pillanat mélyebb szintje. Ez nem valami, ami a tudatosságodban felmerül, mint az asztal és ez a szoba, és még a test belső energiamezeje is. Ezek mind olyan dolgok, tárgyak, amelyek a tudatosságotokban keletkeznek, de ha még mélyebbre hatolsz a jelen pillanatban, akkor az emberi élet leghihetetlenebb titkával találkozol. Azzal a tényel, hogy mindennek a mélyén tudatos vagy. Ott van az a jelenlét, ami vagy, ami nélkül nem érzékelhetnél semmit. Nem érzékelhetnéd ezt a szobát, és nem éreznéd a testedet anélkül a tudatosság nélkül, ami lényegében te vagy amit Jézus egyébként a világ világosságának nevezett. Azt mondta a tanítványainak, Ti vagytok a világ világossága. És ezek a tanítványok nem voltak különleges emberek. Halászok voltak. Így biztosan nem azt mondta nekik, hogy ők VIP emberek. Ők a VIP emberek ellentéte voltak. És mégis azt mondta, Ti vagytok a világ világossága. Ezt magáról is mondta, de másokról is mondta. És így hirtelen felfedezett, hogy lényegében a leglényegesebb szinten annak a lényege, aki vagy, a tudatosság. De a tudatosság nem olyasmi, amire azt mondhatod, hogy á, itt van, mert a tudatosság nem válhat önmagad tárgyává. Ez az örök szubjektum, az ószövetségbeli én vagyok, aki vagyok. Amikor Isten a neve után kérdezik, Isten azt mondja, vagyok, aki vagyok. Ez minden lény alapvető azonossága. Amikor tehát a jelen pillanatról beszélünk, akkor a jelen pillanat különböző szintjeiről beszélünk. Az érzékszervi észlelésektől kezdve az elevenség érzésén át a belső testben való érzékelésig. Egészen a felismerésig, hogy végső soron az, amit jelen pillanatnak nevezünk, és a tudatosság fénye, egy és ugyanaz. Mert ez az, ami mindig megmarad. Ezt a tudatosságot érezheted most is önmagadként. A jelenlétet, ami még a fizikai jelenléten túl is vagy. És ez az éberség, ez az a felismerés, amit néha, felébredésnek neveznek. És ez a csend helye, amely kilép a mentális zajból, és ez a kreativitás forrás helye, ez az intelligencia, ez a nem fogalmi, az ősi intelligencia. És ha ezt megérinted magadban, akkor először csak villanások, rövid felismerések. Aztán fokozatosan beépül a mindennapi életedbe. Akkor ebből a helyből a forrásból élhetsz, és nem csak produktívabb emberi lény lehetsz, hanem békésebb is. Mert már többé nem járóz hozzá a világ konfliktusaihoz. Mert a konfliktusokat csak azok az emberek hozzák létre, akik nem ismerik ezt a szintet magukban. Nem tudják, hogy kik is ők valójában. És ismét Jézust idézzem, aki a kereszten azt mondta, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És miért nem tudják, mit cselekszenek? Alapvetően nem tudják, hogy kik is ők valójában. Tehát erről beszéltem, abban a reményben, hogy miközben beszélek, megtapasztaljátok a jelen pillanat mélységeit. Mert a jelen pillanat, az emberek azt hiszik, hogy a jelen pillanat az, ami történik. És persze, mivel az, ami történik, állandóan változik, az embernek azt szokták mondani, hogy sok jelen pillanat van. Ha jobban belegondolunk, természetesen nincs sok jelen pillanat. Mindig csak ez a jelen pillanat van. Mindig csak ez van. Tehát nincs sok jelen pillanat. Csak ennek a pillanatnak a terében vagyunk. Tehát van, ami történik bennetek, és ott van a tér, amelyben ez történik, és ez a tér a tudatosság. És ez az, aki vagy. És amikor felismered, hogy megszabadulsz a hamis én érzéstől. Amikor az elméd mond neked valamit arról, hogy ki vagy, ami a múltaddal és a sikereiddel, vagy a kudarcaiddal kapcsolatos, vagy amit mások mondanak neked arról, hogy ki vagy. Csekély jelenlét. Szóval, ez alapvetően a spiritualitás lényege. Ami nagyon egyszerű, de valamiért ezt nem tanítják az iskolában. Mindenféle lényegtelen dolgot tanítanak az iskolában, de ami igazán számít, az emberi létezés alapja. És ez nem valamilyen hitbéli struktúra. Nem azt mondom, hogy tanítsátok, a gyerekeknek hinniük kell. Ez egyáltalán nem hit, ez egy tapasztalat, ez egy felismerés. Ezt kell tanítani. Ez kell, hogy legyen az első számú tantárgy az iskolában. Ki vagyok én? És minden más könnyű, ha ez megvan. Bradley Horovic Nos, nem vagyok biztos benne, hogy van még kérdésem. Jó, folytatjuk. Nos, ha bármelyik weboldalt megnézzük, az majd, hogy nem az elme modellje. Ott vannak a különböző kiindulópontok, átugorhatunk erre vagy arra a történetre, egy havai nyaralása, vagy nagyon könnyen ugrálhatunk. Valójában a termék, amelyen a Google Plus-on dolgozom, lehetővé teszi számomra, hogy ne csak a saját elmém tartalmát vizsgálja meg, de minden más ember elmét is, a folyamatosan rám zúduló adatfolyam áradatában. És azon tűnődöm, hogy vajon azért döntöttél-e úgy, hogy ma ellátogatsz a Google-hoz, mert mi a munkánkat aktívan ellened végezzük, és azért jöttél, hogy segíts nekünk túllépni ezen. De komolyabban. Úgy vélekezz, hogy helye van a technológiának, és hogyan értelmezed azt a munkát, amit csinálunk. És hogyan befolyásolja az emberek figyelmét azzal kapcsolatban, amit az előbb leírtál. Az elménk meghaladásával, és egy magasabb szintre jutással. Eckhart le. Nos, a technológia természetesen csodálatos. Önmagában véve sem nem jó, sem nem rossz. Én csak nemrég, ami azt jelenti, hogy úgy két-három éve kezdtem el alkalmazni, nagyon későn jutottam hozzá. Én még mindig nem váltam függővé tőle, mint sokan mások. Hihetetlen lehetőségek rejlenek a technológiában, ugyanakkor nagy veszélyt is rejt magában. Elvezethet ahhoz, hogy hozzájáruljon az ébredés elősegítéséhez, és erre példa az itteni összejövetelünk, amelyet az emberek láthatnak a képernyőjükön. Ez csak egy példa arra, hogy a technológia milyen módon járulhat hozzá egy fontos üzenet terjesztéséhez. Ez messze túlmutat minden ideológián, vagy bármi ilyesmin. Ugyanez, amit néhány évvel ezelőtt oprával csináltam először a webes konferencián, ahogy ők hívják, Első alkalommal az egész rendszer összeomlott, mert olyan sok ember kapcsolódott be. Aztán a második héten elkezdett működni. Bradley Horovic Nekünk nincs ilyen problémánk. Eckhart le. Tehát az emberek számára hihetetlen lehetőségek léteznek arra, hogy kapcsolatba tudjanak lépni egymással. Nos ez egy másik kérdés, hogy valóban emberi lényekként kapcsolódnak-e egymáshoz. De az is tény, hogy az információ áramlását már nem monopolizálja néhány hatalmas vállalat, hanem mindenki részt vehet ebben a szabad információ áramlásban, ami már mindezekhez a dolgokhoz vezetett. Az arab tavaszhoz és mindazokhoz a dolgokhoz, amik mostanában történtek. Mindez jó lehetőség. A veszély persze az, és ez összefügg azzal, amiről korábban beszéltem, hogy egyre inkább elhárasztanak benneteket az információval, tudományjal, tudásanyaggal, így egyre inkább elveszítjük a lényünkkel, a jelenléttel való kapcsolat mélyebb érzését. Azt a mélyebb szintet, amiről az előzőekben beszéltem. Ez pedig egyre nagyobb zűrzavarhoz vezethet az elmédben. És azt eredményezi, hogy képtelen leszel többé bármi újat létrehozni, egyszerűen csapdába esel a folyamatosan növekvő mentális zajban. És ha megnézzük az ezen a területen dolgozó embereket, akik valami igazán kreatív, új dologgal állnak elő, mindannyian hozzáférnek ehhez a mélyebb szinthez magukban. Mint ahogy biztos vagyok benne, sokan közületek is és sokan nem is tudják, hogy hozzáférnek ehhez. Egyszerűen csak megtörténik. Elmozdulnak, és egy pillanatra vagy néhány pillanatra elcsendesednek. Elvonulnak is, kapcsolódsz egy benned lévő erőhöz. Valójában érzed a tudatosság erejét magadban, amint elcsendesedsz. És nincs elmemozgás ebben. Valaminek a meghallásáról van szó, ami megnyílik aztán egy idő után az elme újra munkához lát, és nagyon gyakran jön a válasz, jön egy kreatív megoldás, vagy valami új felismerése. De ha már nem mégy oda, ha folyamatosan csak a zajba, a mentális zajba kerülnél, akkor elveszítenéd a kapcsolatot a saját erőddel, és egyre jobban összezavarodnál. És könnyen megtörténhet, hogy ami most csodás technológiának tűnik, két generáción belül a civilizáció teljes összeomlásához vezethet. Nem azt mondom, hogy így lesz. Mi most itt vagyunk. Tehát van remény. Szóval, itt van ez a csodálatos technológia, és két generációval később minden ember úgy járkál majd, mint egy zombi. Megtörténhet. Talán egy regény témája lehetne, de megtörténhet. Mert ez se nem jó, se nem rossz. Ha nem vigyázunk, akkor annyira magával ragadhat minket, hogy elveszíthetjük magunkat a saját teremtményünkben, hogy létrehoztunk valamit, ami egy régi mitológiai téma. Létrehoztunk egyfajta entitást, amely szörnyeteggé válik, és aztán a saját teremtésünk felfal minket. Ez megtörténhet, de nem kell, hogy megtörténjen. Szóval, azt hiszem ezért is jöttem ide egy kis figyelmeztetésként. Ha nem vagytok elég óvatosak, akkor ami itt olyan csodálatosnak tűnik, az szörnyeteggé válhat. De nem kell annak lennie, valami csodálatos dologgá válhat, ami hozzájárul az emberiség ébredéséhez. Fel kell ismernünk a veszélyeit. A veszély az, hogy ez a képernyő, amit nézel, természetesen összekapcsolódik az elméddel. Összekapcsolódik az elméddel, és aztán összekapcsolódsz a képernyőn lévő kollektívelmével, is. ez egyre csak növekszik és növekszik. A zaj egyre csak nő és nő, és egyre zavarodottabbá, és teljesen bizonytalanná válsz. Járkáltok. Mármint az olyan fiatalokra gondolok, akik annyira a képernyő rabjai, hogy már nem tudnak más emberre figyelni, a szüleikre vagy másokra. Mindig van valami. Oké, okay. micsoda, van egy iphone -om. ezt el kell rejtenem ide. Igen, mi történt? Látod, miért olyan létfontosságú az embereknek? Ha folyton a képernyővel dolgozol, akkor mit csinálsz? Fel kell ismerned a veszélyt, és a nap folyamán többször is teret kell adnod magadnak, még ha csak egy-egy percre is. Adj magadnak teret, hogy egyensúly jöjjön létre a képernyővel való kapcsolat, ami a kollektívelme, és a létezéssel való kapcsolódás között. Így is mondhatnánk. Ezért azt javaslom, Néha azt javaslom az embereknek, hogy tegyenek egy virágot, vagy egy cserepes virágot a számítógépük képernyője mellé, hogy időről időre fél percig, akár néhány másodpercig is ránézzenek. És tényleg nézzék. Vagy tanuljanak meg tudatosan be és kilélegezni. Nevezzük ezt mini meditációnak. A meditáció sok ember számára nagyon hasznos, de nem mindenkinek. Ha nehezen meditálsz, használj mini meditációkat. Egy mini meditáció mindössze egy tudatos légzés. Mit jelent az, hogy tudatos légzés? Azt jelenti, hogy elfordítod a tekinteted a képernyőtől, ha lehet. Nézz valami természetbeni dologra, egy növényre vagy az égre, de ha nem megy, akkor nézz valamilyen fény felé, mesterséges fény felé, bármi is legyen az is. Lélegezz be. És kövesd a belégzést a figyelmeddel a testedbe, majd kövesd a figyelmeddel, ahogy kifelé áramlik a testedből. Mit eredményez ez? Elveszi a gondolatokról a figyelmet, és a testbe helyezi. Más szóval, teret teremt a tudatodban, mert miközben a figyelmeddel a légzést követed, nem gondolkodsz. És akkor nem gondolkodsz. De még nem aludtál el, akkor létrehoztál egy teret a tudatodban, és ott van. Ez az. Szóval ez csak egy tudatos lélegzetvétel alkalmanként. Kettő, még jobb, ha. Három, de ez rendben van így. Ennyi elég. És természetesen ez a meditáció egyik legrégebbi formája a tudatos légzés. Valószínűleg már Butha is ezt tanácsolta, amikor állítólag azt mondta, csak egy órán keresztül legyél tudatában a légzésednek, és teljesen megvilágosodsz. De ha csak egyet is kihagysz, előről kell kezdened. Bár sokan sétálnak a természetben, még mindig az elméjükben maradnak. De ha kapcsolatba tudsz lépni a természeti világgal, a fákkal, a parkkal, a tengerparttal, a hegyekkel, időnként az erdőben sétálva figyelni, és igazán figyelni arra, amit látsz, anélkül, hogy értelmeznéd, amit látsz. Az a természettel való érintkezésbe és a jelen pillanatba hozhat téged. A kutya csodálatos dolog. Amit itt észrevettem, hogy az emberek idehozhatják a kutyáikat. Ez óriási különbséget okoz az energiamezőben. Nem minden otthonban és társaságban. Amikor kommunikálsz egy kutyával, van egy pillanat, amikor valójában nem gondolkozol. Azért olyan jó érzés, mert tudod, hogy a kutya nem gondol rólad valamit. Lehet hallottad már a mondást, kérlek Istenem, tégy olyanná, amilyennek a kutyám hisz engem. Az a helyzet, hogy a kutya nem gondolkozik, ezért a kutya feltétel nélküli szeretettel viszonyul hozzád, mert a kutya nem ítélkezik feletted. És te tudod, hogy a kutya nem ítélkezik feletted, és ezért a kutya nem stimulálja a gondolkodó elméd. Valójában egy pillanatra megszabadít a gondolkodó elmédtől. Ezért szeretik az emberek sokan, ha csak nincs fóbiájuk, az más kérdés. A legtöbb ember szeret kutyával, macskákkal is érintkezni. De beszéljünk a kutyákról, mert ők itt vannak velünk a társaságban. Amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy akár csak ránézel egy kutyára és a farkát csóvája, egy pillanat erejéig van ebben valami felszabadító. És ez az, amiért az emberek reagálnak a kutyára és azt mondják. Á, ha abban a pillanatban nagyon alaposan magatokban néztek, amikor egy kutyával érintkeztek, van egy pillanat, amikor nem gondolkodtok. Kivéve, ha annyira megszállottan gondolkodtok, hogy azonnal elítélitek a kutyát. Ez is megtörténhet. Találkoztam már ilyen emberekkel. De a legtöbb ember számára ez nagyon felszabadító érzés, mert a kutya maga a természet a maga szépségében és elevenségében. Még nem jutott el a gondolkodásnak abba a fejlődési szakaszába, amelyen az embereknek át kellett esniük. Szóval így a természet elevenségét a kutyában tapasztalod meg. Tehát oké, okay, ez megvan. És ha nincs kutyád, az sem baj. A természetet a tested belső energiamezőjeként érzékelheted, és akár a számítógép képernyőjén is gyakorolhatod. Miközben nézel valamit, nézd meg, hogy tudsz-e egyszerre két dimenzióban lenni. Valami rutinszerű dolgot nézel a képernyőn, és nézd meg, hogy miközben nézed, érzed -e a tested belső energiamezejét, ahogyan most talán a háttérben, hogy úgy mondjam. Tehát rendben, ez megvan. És ha nincs kutyád, az sem baj. Ezt egyfajta meditációként ajánlom. Gyakorolhatjátok, amikor a képernyőn még semmi sem történik. Vagy tegyetek egy virágot a képernyőre, és nézzétek meg, hogy egyszerre tudjátok-e érezni az energiamezőtökben az elevenséget, ami létezésben tart benneteket. És akkor nem veszítitek el magatokat teljesen a kollektív elmékben, amelyek a képernyőn keresztül jönnek felétek. Ez egy. Gyönyörű dolog. Feltétlenül ajánlom, hogy tegyetek egy kis emlékeztetőt a számítógépetek képernyőjére. Egy kis dolgot, ami azt mondja, hogy belső test, vagy bárhogy is akarjátok hívni, hogy emlékezzetek rá. És azt fogjátok tapasztalni, hogy sokkal energikusabbak vagytok. Rendkívül energetizáló ezt érezni, ezzel kapcsolatban lenni. Tehát ezt nevezhetnénk a cselekvés és a lét közötti egyensúlynak az életedben, mert a gondolkodás a cselekvés része. A cselekvés nem csak az, amit fizikailag teszel, a gondolkodás is egyfajta cselekvés. De az embernek szüksége van a két dimenzióra, a létre és a cselekvésre. És ha az egyensúlyt elveszíted, akkor a létedben is elveszítheted. De ez nem a mi civilizációnk veszélye. Lehet, hogy vannak indiai jogik, akik elvesznek a létezésben, és nem akarnak többé felkelni, mert annyira boldogok a létezésükben, hogy már nem szükséges felkelniük. Még ételt sem kell a szájukba tenni. Ez rendben van. Nem hozzájuk beszélek. Nekik más üzenetem lenne. De én ehhez a civilizációhoz beszélek. Akik elvesznek a tennivalókban, vagy akiknek túl sokat tennivaló, ami igazából a gondolkodás. Ott van az egyensúly a lét és a cselekvés között. Nem kell 50-50 százalék -50 legyen. 20 százalék, nehéz számot mondani, de tehát 25 százalék a lenni, 75 százalék a tenni. És nagyon jól csinálod. Már tíz százaléknyi létezés is sokkal könnyebbé és élvezetesebbé tenné az életed. Bradley Horovic Megasztor rendszereken való kódolás közben ne csináljátok ezt a kettős jelenléti technikát, kérlek. A GFS, Big Table vagy Megasztor rendszerek kódolása közben ne csináljátok ezt. Eckhart le, Nem tudom, miről van szó. Bradley Horovic Csak egy belső vicc. Azt hiszem, a legtöbben mérnökök vagyunk, és a technológiával foglalkozunk, és sokat élünk a gondolatok és ötletek birodalmában, a fejünkben is, nem feltétlenül a lényünkben. A feleségem is leírta nekem ezeket az érzelmeknek nevezett dolgokat, amelyek néhány embernél szintén megfigyelhetők. Hallhatnánk a dű, a frusztráció és a boldogság érzeteiről és arról, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a létezésnek ehhez a tapasztalatához? Eckhart Tolle Igen. Néha a szavakat lazán használjuk, és néha, amint az imént leírtam, néha a belső tér érzésének nevezem. Ez a szó nagyon tágértelemben vett szó, így használható arra, amiről az imént beszéltünk. A belső tér érzése. De van egy másik fajta érzés is, és ez például a felbukkanó érzés érzése. Tehát alapvetően vannak gondolatok. Nézzük meg az egész életünket. Az egész életünk alapvetően érzékszervi észlelésekből, gondolatokból és érzelmekből áll. Azt hiszem, nagyjából ennyi igaz. Érzékszervi észlelések, gondolatok, érzelmek. Tedd össze és keverd össze őket. Ez az életem, rendben. Tehát ez mindenkire vonatkozik. Nos, a bizonyos összetételük személyenként különböző. Hogy pontosan mi kerül az érzékszervi észlelésekbe, a gondolatokba és az érzelmekbe, az személyenként kicsi változik, de alapvetően ez az összetétel. Most az a kérdés, hogy Természetesen nem tudtok elmenekülni, mert ez a normális élet. Van még valami más is? Érzéki észlelések, gondolatok, érzelmek, oké. Okay. Lássuk csak, kell lennie valami másnak is, mert honnan tudom, hogy vannak érzéki észlelések, gondolatok és érzelmek? A felismerés képessége, az érzékszervi érzékelés a gondolkodáson alapul? Nem. Mert az érzékszervi észleléshez nem igazán kell gondolkodni. Csak nézni és látni kell. Tehát, mi más van még? És ez egy kulcsfontosságú dolog. Van még valami más, ami lehetővé teszi az érzékszervi észlelésekkel, gondolatokkal és érzelmekkel kapcsolatban, amit nevezhetnénk tudatosságnak. Azt, hogy van érzékszervi észlelés, van érzelem, van gondolat, és ezt nevezhetnénk tiszta tudatosságnak. Máskülönben hogyan lehetne érzékszervi észlelésünk? Tehát van ott valami, ami lehetővé teszi, hogy az érzékszervi észlelések ott legyenek. Ami lehetővé teszi, hogy egy gondolat ott legyen. Ami lehetővé teszi, hogy egy érzelem ott legyen. És ez az a dolog, ami a legtöbb emberben rejtve van, hogy úgy mondjam. Nem tudják, hogy ott van, mert ez a jelenlét, amit tudatosságnak is nevezhetünk. És ez a spirituális dimenzió, és ez a felébredés. Amint felismeritek, hogy ez ott van, úgy is leírhatnánk, hogy ez a tér az összes többi dolog számára. Tehát mondjuk, Hasonlítsuk ezt a szobát a tudatossághoz, és akkor azt mondjuk: Oké, okay. ott vannak a bútorok a szobában. Emberek vannak a szobában, és különböző fények vannak ebben a szobában. Ezek a dolgok vannak ebben a szobában. Tehát, ha megkérnélek, hogy írjátok le a szobát, valószínűleg a benne lévő bútorokat, a falakat, a mennyezetet, bármi, amit láttok. Ismertetnétek. Mégis, amikor leírnátok ezt a szobát, akkor kihagynátok a leglényegesebb dolgot ebből a szobából, mert annyira nyilvánvaló, hogy kihagynátok. Ami az a tér, ami valójában ennek a szobának a lényege. Nem a falak, a mennyezet, a padló, a bútorok vagy az emberek a szobában. Ennek a szobának a lényege a tér ebben a szobában. De a tér nem valami kézzel fogható dolog, amire azt mondod, á, itt van. Hol van? És ugyanez vonatkozik a belső térre is. A tudatosság terem maga az, ami lehetővé teszi, hogy minden más legyen. De ez nagyon hasonlít a vízben úszó halhoz. Az egyik hal azt mondja a másiknak, Miért beszélsz mindig a vízről? Még nem mutattad meg nekem. A másik hal egy spirituális tanító. Szóval milyen vízről beszélsz? Honnan? Milyen vízről? És persze nem tudja, hogy mindenhol ott van. Benned van. Rajtad kívül van. De a csodálatos dolog az, hogy tudatában lehetsz ennek. De nem mint tárgynak, hanem mint magának a tudatosságnak. Á, most már értem. Értem. De nem tudod megmondani, hogy mi az? Nem mondhatod, hogy itt van. Erről eszembe jut valami, amit az Új Szövetségben olvastam, amikor azt írja, a mennyek országa nem jelekkel jön, hogy észrevegyék. Nem mondhatjátok, itt van, vagy ott van ha nem bizony mondom nektek, hogy a mennyek országa bennetek van. Valaki ezt kétezer évvel ezelőtt már kimondta, de az egyházakban nagyon kevesen értik meg ennek mélységét. Teljesen félreértelmezik. Pedig ez a legmélyebb spirituális tanítás. Nos, a mennyek országa az a tágasság, ami benned van nem lehet úgy megfigyelni, mintha egy szék lenne. Mert ez a megfigyelő. Ez az, ami minden megfigyelést lehetővé tesz. Tehát nem válhat önmaga tárgyává, mert ő az örök szubjektum, az én. Maga a tudatosság, a forrás fénye. Nevezhetjük úgy is, Isten fénye, az egy fénye. Az ókori görög filozófus az egynek nevezte. Ez egy gyönyörű kifejezés. Budha nem nevezte el semminek, mert azt mondta, ha elnevezem valaminek, az emberek bálványt csinálnak belőle, ezért jobb, ha nem nevezem el semminek. Amikor tehát megkérdezték Buthát, mit tud Istenről, azt mondják, amikor ezt a kérdést feltették neki, nemes hallgatásba burkolózott és természetesen a nemes csend, maga a jelenlét állapota. Tehát megkérték Buthát, mesél nekünk Istenről. Elment. És ez a válasz. Bradley Horovic Adtál nekünk néhány támpontot, hogy hogyan fedezzük fel mindezt magunkban. Említetted az egyensúly megváltoztatását és lehetőségeket, mit érhetünk el a légzéssel, és a számítógép monitorjára kiért feljegyzéssel is, hogy a természetet figyeljük. Ezek nagyon gyakorlatias javaslatok. Én magam gyakran tapasztalom, hogy amikor valószínűleg a legtöbbet profitálnék abból, ha kapcsolódnék önmagamnak ehhez a részéhez, az az időszak, amikor a legkevésbé vagyok képes erre. Ez az az idő, amikor nagyon aktív vagyok, és vagy érzelmileg érintett vagyok éppen valamiben, vagy a gondolataimban merülök, vagy a pillanat sodrában vagyok. Van valamilyen javaslat arra, hogyan találhatnám meg ezt még az ilyen jellegű kihívások közepette is, amelyek az élet során folyamatosan érkeznek. Eckhart Tolle Először is azt ajánlom, hogy akkor gyakorolj, amikor nem érzel kihívást. Mert ha akkor nem tudod megtenni, akkor, amikor kihívások érnek, akkor lehetetlen. Tehát először akkor gyakorolsz, amikor viszonylag zavartalan vagy, és van egy pillanat felkelés után, vagy tartasz egy kis rövid szünetet a szokásos napi rutinodban. Vagy több rövid szünetet, egyperces, félperces szüneteket. Tehát amikor nem vagytok kihívás alatt, akkor hozzátok be ezt a tudatosságot. Ti váltok a tudatossággá. Belépsz a jelen pillanatba talán, ahogy az imént leírtam, az érzékszervi észlelésekkel kezdve. Légy éber. A dolgok valódi érzékeléséhez éberségre van szükség. És a dolgok azonnal élőbbé és kevésbé problémássá válnak, amikor az érzékszervi érzékelés belépsz. Mert a problémás dimenzió a fejben van. És ha az érzékszervi észlelésbe lépsz, hirtelen a jelen pillanatba kerülsz, és a jelen pillanatban a problémák eltűnnek. Hát nem furcsa ez. Az elme azt mondja, nos, azok még mindig megvannak. Igen. Amikor elkezdesz rájuk gondolni, akkor újra ott vannak. De amikor nem gondolsz rájuk, akkor nincsenek gondjaid. Most néhányan vitatkozni fognak ezzel, de hadd magyarázzam el. Vannak olyan helyzetek az életben, amelyek kihívást jelenthetnek, és meg kell birkóznodok ezekkel a helyzetekkel. De az egyetlen hely, ahol a kihívást jelentő helyzeteket kezelni tudjátok, az a jelen pillanatban van és a jelen pillanatban egy kihívást jelentő helyzettel való foglalkozás nem probléma. Egy kihívást jelentő helyzettel foglalkozol, szembenézel vele, ránézel, és ez a vizsgálódás fontos. Én úgy hívom, hogy ez a figyelem ráirányítása, ami a tudatosság ereje. És miközben nézed, nem gondolkodsz. Bárki, aki valamilyen területen mesteri eredményt ért el, tudja, hogy mit értek a nézés alatt. Mert egy abszolút jelenlét van. És aztán az a személyt teszi, amit tesz. Ebből a jelenlétből fakad. Ha tehát megfigyelitek, nincs probléma. A probléma az, amikor mentálisan valami olyasmin rágódsz, ami meg fog történni. Bekövetkezhet, megtörténhet, a probléma olyasmi, amivel a jövő héten kell szembenéznem, de nem most. És teljesen elmerülsz benne. Az a problémád. Egy érdekesség, amit talán már le is írtam a Most Hatalma című könyvben, hogy ha úgy gondolod, hogy problémáid vannak, kérdezd meg magadtól. Milyen problémám van ebben a pillanatban? De ez a pillanat valójában ezt a pillanatot jelenti. És akkor azt kell mondanod, hm, nos, ott van a feleségem, a volt feleségem beperel, el fogom veszíteni a lakásomat, uh, egy hozzám közel álló személy beteg, lehet, hogy elveszítem a munkámat, új munkát kell keresnem. Oké, okay. milyen problémád van ebben a pillanatban? Lélegzel, érzed az elevenséget a testedben körülnézel. Nos, ebben a pillanatban valójában nincs problémám. Akkor be kell ismerned, ha valóban a jelen pillanatba helyezkedsz. A probléma nem létezik a jelen pillanatban. Ez egy csodálatos felismerés. Nem azt jelenti, hogy többé nem foglalkozol azzal, amivel foglalkoznod kell. Csak hatékonyabban foglalkozol vele, amikor eljön a pillanat. Ha nem pazarolod az érett energiádat a gondolatvilágban olyan problémák létrehozására, amelyekkel ebben a pillanatban nem tudsz foglalkozni. És ha a gondjaidon gondolkodva ébredsz fel a hétköznapi életben, és gondolkozol, hogy mi a problémád, és mit tehetsz ellene, akkor rendkívül valószínűtlen, hogy megoldása találsz azzal, hogy hajnali négy órakor ezen aggódsz. De ha a hajnali négy órakor csendben maradtál és felébredsz, és ahelyett, hogy a problémáidon gondolkodnál, inkább a tested belső energiamezejébe lépsz, más szóval elhagyod a problémák dimenzióját, mélyen a jelen pillanatba kerülsz, akkor talán másnap reggel, amikor felébredsz hirtelen, azt mondod, ó, most már tudom, mit kell tennem. Tudom, hogyan kezeljem ezt most és a helyes intézkedés azért következik be, mert eljutottál odáig, de nem az emberi elme probléma teremtő képességén keresztül. Amikor nem vagytok kihívás elé állítva, gyakoroljátok. És amikor kihívás elé állítottak benneteket apróbb dolgok, amik a mindennapi életben úgymond megtörténnek, talán észrevettétek, hogy a dolgok nem mindig az elvárásaitok szerint mennek, Néha lekésítek a buszt, vagy lekésítek a repülőt, vagy valami más rosszul megy. Ez elég gyakran előfordul. Úgy tűnik, ez az élet része. Egyébként ez az oka annak, amiért az emberek moziba járnak. Mert minden film alapvető eleme, amit látnak, ezt mondhatjuk úgy, hogy gyakorlatilag minden filmre vonatkozik, hogy amit látnak. Ha megvizsgálnak bármilyen filmet, akkor azt látják, hogy mi történik a filmben. Valójában minden filmet le tudok írni pár szóban. Valami rosszul sül el. Mert különben nem lenne film, ha nem történne semmi. Senki sem fejlődne, minden halott lenne. De a saját életedben panaszkodsz ezért. És azért nézel filmeket, hogy lásd, hogy valami másnak is rosszul megy de amikor a saját életedben történik, akkor panaszkodsz. Nem te személy szerint, te már talán túlléptél rajta. De a furcsa, hogy a dolgok nem azért vannak, hogy ne menjenek rosszul. A rosszul járás része az élettapasztalat egészéhez tartozik. Ha a dolgok nem mennének rosszul, az nagyon érdektelen lenne, és senki sem fejlődne, mert az emberek csak a kihívásokon keresztül fejlődnek, amelyekkel találkoznak. És egy jó filmben a főszereplő vagy a karakter úgy változik, ahogyan szembenéz azzal, ami a filmben rosszul sül el. Egy rossz filmben a karakter nem megy keresztül semmilyen változáson. Ha valami rosszul megy, azt csak külső szinten oldják meg. A végén a rossz fiút megölik, és ezzel vége a filmnek. De semmi más nem történik. Tehát az, hogy valami rosszul megy, az annak a része, ahogyan az élet megtapasztalja magát. És ismét tudatosítani tudjátok ezt, hogy nem mindig reagáljatok, amikor valami rosszul megy, hanem igazodjatok hozzá. Vagy amikor az emberek olyan módon viselkednek, amit sértőnek találtok, vagy olyan módon viselkednek, hogy nehézségeket okoznak neked. Mert te ezt akartad, ők pedig valami mást akarnak, akkor nem kell ellenségeskedésbe vagy ellenállásba menned. Azonnal azt mondhatod, ó, nekem úgy tűnik, hogy ez van. És akkor hogyan tudnám ezt úgy megközelíteni, hogy ne legyen negatív, és egyszerűen elfogadni azt, hogy valami rosszul sült el? Ez egyáltalán nem baj. Ezt hívják életnek. Tehát az, ha valami rossz nem sikerül, valójában azt jelenti, és ezt úgy nevezik élet. Tehát minden kihívást örömmel fogadsz. Nos, ez egy hozzáállásbeli váltás, és a gyakorlatot könnyebbé válik, amikor látod, hogy szinte örömmel fogadod, amikor a dolgok megtörténnek. Mielőtt a dolgok elromlottak volna, apró dolgok, majd később, nagy dolgok. Ó, oh, oké. Okay. És aztán úgy fejlődsz, mint egy karakter egy jó filmben. Tartottam erről egy előadást. Egy hete Los Angelesben voltam, és előadást tartottam az átformáló filmekből, amelyek beviszik a tudatosságot a filmiparba. Példaként Clint Eastwood két filmjét hoztam fel egy korai filmet, azt hiszem a Piszkos Harry volt a címe. Ez nagyon szórakoztató film. Elég szórakoztató nézni, mert a végén a rossz fiút megölik. Ennek ellenére ez nem igazi átváltozást hozó film. A végén talán emlékeztek az emlékezetes sorokra. Make my day punk! Kiállt, amikor le akarja lőni a rossz fiút. És ez a legmegnyugtatóbb pillanat a filmben a néző számára. Nem egy átváltozást hozó film, de szórakoztató. Aztán sok-sok, harminc -sok évvel később Clint Eastwood ismét készített egy filmet a rossz fiúkról, és annak a filmnek a címe Gran Torino volt. Ha még nem láttad, ajánlom, hogy nézd meg és ez talán a saját fejlődésében is változást mutat, mert megint rossz fiúkkal állunk szemben, de ahogyan ez a végén megoldódik, az nagyon különbözik a korai filmtől. Nem mondom el itt, hogy hogyan, mert ha nem láttad, akkor magad akarod majd átélni. Szóval ez egy átalakító erejű Gran Torino. Ugyanaz a színész, és azt hiszem Clint Eastwood rendezte a Grand Torino-t, ami valószínűleg a saját tudatának fejlődését mutatja be a korai szakaszból a későbbi szakaszba. De itt ez a lényeg, az élet tükörképe. Folyamatosan ellenállhatsz az életnek, vagy belsőleg igazodhatsz az élethez, hogy az életed inkább egy jó film legyen, mint egy rossz film. Bradley Horowitz ha van remény a filmipar számára, akkor szerintem számunkra is van remény. Szóval a hátralévő időnkben kérdésekre válaszolunk a Google moderátor online rendszerén keresztül, pedig élőben a teremben. Van egy mikrofon középen, így ha kérdésed van, akkor ahhoz a mikrofonhoz fordulhatsz, és ha esetleg a technikusok a Google moderátor kérdéseit is ki tudnák tenni a monitorra, az is hasznos lenne. Egy hölgy kérdez: A nevem Unika és marketinggel foglalkozom. Szóval én vagyok az egyik, említette, hogy sok mérnök van. Csak tudni szeretnék valamit az életutadról. A most hatalmában meséltél egy kicsit arról, amikor 29-30 éves korodban a rémálomból felébredtél, és én csak szeretnék erről hallani. Hogyan jutottál el abból a szorongásos állapotból oda, ahol most vagy? Eckhart le. Nos, a legtöbb ember számára az egyik tudatállapotból a másikba váltás egy fokozatos folyamat. Néha megtörténik néhány emberrel, ahogy én velem is megtörtént, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra történt meg a váltás az egyik tudatállapotból a másikba. Sok éven át mélyen depressziós voltam, és többször is közel az öngyilkossághoz. És azon az éjszakán, ahogyan azt a Most Hatalma című könyvem elején leírtam, felszabadultam a gondolkodó elmétől. Nem tudtam, hogy ez történik. Egyszerűen csak megtörtént. Nem tudok tovább élni magammal. Ezt gondoltam. Ez olyan szörnyű, nem tudok tovább élni magammal. És akkor hirtelen egy tudatosság lépett be. Nem tudtam, hogy ezt tudatosságnak hívják, de egy tudatosság lépett be, és megnézte a gondolatot, és a gondolat hirtelen nagyon furcsának tűnt. A gondolat úgy tűnt, hogy két emberből áll, belőlem és magamból. Nem tudok együtt élni magammal. Ekkor jött egy másik gondolat egy vagyok, vagy kettő, és ki vagyok én, és ki az az én, akivel nem tudok együtt élni? Ez szinte egy zenszerű kérdés volt. És mint minden zen kérdésre, erre sem igazán volt válasz a fogalmi szinten. Tehát fogalmi szinten nem kaptam választ, de a válasz az volt, hogy az én és az én hirtelen elváltak egymástól. És rájöttem, bár akkor még nem tudtam volna megmagyarázni, hogy az én egy elme által teremtett entitás. Az én, a szegény kis boldogtalan én az elme mozgásából és azonosságából állt. Egy boldogtalan emberi lény mentális azonosságából, boldogtalan múltal és nagyon bizonytalan jövővel. Ez valószínűleg sok emberre vonatkozik, nem akkor, ha a Google-nál dolgozik, de. volt egy szétválasztás. És ami volt, volt egy én, aki hirtelen meglátta ezt. És évekkel később rájöttem, hogy mi volt ez az én. Ez maga a tudatosság volt. Tehát mielőtt a tudat és a gondolkodás egységet alkotott volna, a tudatosságom csapdába esett a gondolkodásomban. Azon a szenvedésen keresztül, azon az éjszakán és a mondatot vizsgálva, a tudatosság elvált a gondolkodás folyamától, és az énemet, amivel nem tudtam együtt élni, már nem tartotta fenn a tudatosság, és az valahogyan összeomlott. Ez egy hamis én volt, ami szétmorzsolódott, és ami maradt, az egyszerűen a tudatosság tere volt és másnap reggel nagyon békésnek éreztem magam. Soha nem éreztem még ilyen békésnek. Semmi sem változott a környezetemben, és ezt nem tudtam megérteni. Legalább három-négy évbe telt, mire elkezdtem megérteni, hogy mi történt. Csak azt vettem észre, hogy hirtelen olyan békés vagyok. Az egész világ békés. Mi történt? Tehát maga az elme szerte foszlott és később beszéltem néhány buddhista szerzetessel és még másokkal is, és őket hallgatva rájöttem, hogy amikor buddha tanításáról beszéltek, ő ugyanerről beszélt. Később azt is felismertem, hogy Jézus is ugyanerről beszélt. Rájöttem, hogy budha a csalóka énről beszélt. Az én valótlanságáról, hogy az én nem valódi, ahogyan azt nevezik. Ő azt tanította, hogy valójában nincs én, Anatta. A buddhista tanításban, a páli nyelvben ez a szó, ez egy illúziót jelent, hogy az én egy illúzió. És így, amikor a buddhista szerzetesekkel beszélgettem, kezdtem rájönni, ez három évvel később történt. Ó, biztos ez történt, biztos ezért érzem magam olyan békésnek. A megértés tehát sokkal később jött, csak úgy megtörtént. Aztán tanítássá vált. Így most megmutatom az embereknek, hogy ez olyas valami, ami megtörténhet az életükben. De a legtöbb ember számára a gondolkodó elmétől való függetlenedés fokozatos folyamat. Ami nem azt jelenti, hogy nem gondolkodtok többé, ez csak azt jelenti, hogy az identitásotok vagy az énetek nem ragadt benne. Így a gondolkodás megszabadul az éntől, és ez nagyon felszabadító. És te lényegében, akinek érzed magad, és akinek én érzem magam, annak nincs köze a fizikai formához, vagy a személyes történethez, vagy ahhoz, amit elértem az életben, szerencséremet különben boldogtalanná tenne. Sok éven át, mielőtt megértem a most hatalmát, és sikeres lett, a világ szemében alapvetően kudarcot vallottam. Szóval már majdnem ötven éves, és mit ért el? Az anyám azt mondta, eldobtad az életed, annyi lehetőséged volt az életedben, ott hajtad a Cambridge-i egyetemet, miért mentél el onnan? Anyám és sok más ember azt mondta, ez az ember kudarcot vallott az életében, nincs munkája, nincs nyugdíjbiztosítása, Szinte semmiel sincs a bankban. Kudarc. Aztán néhány évvel később, amikor az emberek megvették a most hatalmát és beszeller lett, ó, a nagy siker. Rendben. Ha akkoriban az identitásomat abból származtattam volna, amit a világ mondott nekem, vagy amit az elmém mondott nekem, ha az elmémre hallgatok, akkor nagyon boldogtalan lettem volna. De nem így tettem. Így jól voltam, mert az identitásom már nem ebből erett. És szerencsére, még ha a világ szemében hirtelen sikeres is lettem, nem akarom ebből származtatni az identitásomat. Ez olcsó helyettesítője lenne annak, aki valójában vagyok. Szóval nem látom, nem vezetem vissza. Az elégedettség abból fakad, hogy az elvégzett munka, a tanítás, ami létrejön, átalakítja az emberek életét. Ez nagyon kielégítő. Személyes elégedettséget azonban nem kapok, mert nem érzem azt, hogy ezt a független én teremtette volna meg. Köszönöm. Bradley Horovic Lenne egy kérdésem? Említetted, hogy nálad az átalakulás elég hirtelen jött, míg másoknál ez fokozatosabban történik. Van valami elképzelésed arról, hogy ez miért van így? Azért, mert már mélyponton voltál, és ilyen érzéseid voltak, vagy azért, mert egy bizonyos érettség miatt jutottál el addig a pillanatig, vagy ez egyszerűen megmagyarázhatatlan? Eckhart Tolle Erre nem tudom a választ. Nem tudom, miért mondták egyesek, hogy nos, ennek valószínűleg valami köze van az előző életekhez, vagy bármi máshoz. De nekem nem volt. Vagy talán mélyebben szenvedtem, mint mások. Nem tudom. Azt hiszem, sokan vannak, akik mélyen szenvedtek, úgyhogy erre nem tudom a választ. A dalai lámát idézem, aki előszeretettel mondja, nem tudom. De általában, amikor ezt mondja, elkezd beszélni, és a válasz valójában nagyon is értelmes. De a csodálatos dolog az, hogy valójában egy nem tudom térből indul ki. És aztán jön valami. De nem azt mondja, hogy igen, tudom. Valószínűleg Szokrátész, ha olvastátok Platont, ókori görög filozófus, Szokrátész is így tanított. Ahogy Platon beszámol róla, Szokrátésznak az a módszere, hogy úgy tanít, mintha nem tudná. Tehát felteszik ezeket a kérdéseket, az emberek feltesznek neki egy kérdést, aztán ő kérdez. Nos, mit gondolsz, hogy van ez? Platónnál Szokrátész úgy tesz, mintha nem tudná. De szerintem Szokrátész, aki soha nem írt le semmit, az igazi Szokrátész valójában a nem tudásnak erről a helyéről jött, de ezt Platon félreértelmezte. Mintha Szokrátész úgy tett volna, mintha nem tudná. De ebbe most nem menjünk bele mélyen. Egy másik hölgy kérdez. Méri vagyok. A személyzeti osztályon dolgozom, itt a Google-nál van egy csodálatos tanfolyam a Keresd Magadban címmel, amit Menk hozott létre, akivel, ha jól tudom, találkoztál is. Tegnap volt az utolsó óránk, és az együttérzésről és a világgal kapcsolatos együttérzésről beszéltünk. Én a személyzeti osztályon dolgozom, így mi a munkánkból adódóan mindig együttérzést tanúsítunk más emberek iránt. De mi is a Google-nál dolgozunk, és a Google munkatársai egyfajta magasan teljesítő közösség. Nem csak a világ szemében, hanem saját magunk számára is. Vagyis Ma felkeltem az ágyból, és mit sikerült elérnem magammal? Ha nem értem el semmit, akkor kudarcot vallottam magam előtt. Szóval arra gondoltam, hogy van-e valami tanácsod nekünk, akik nem vagyunk ennyire együttérzőek önmagunkkal. Eckhart Tolle. Köszönöm. Nos, igen, az önmagunkkal való együttérzés természetesen ugyanolyan fontos, mint a másokkal való együttérzés. Gyakran kapok olyan kérdéseket például emberektől, akik a múltban tettek valamit, és most jöttek rá, hogy nagyon helytelen volt. Néha az emberek olyan kérdéseket tesznek fel, hogy úgy nevelték a gyerekeiket, hogy nem volt nagyon tudatos, és erre most jöttek rá és talán így szenvedést okoztak a gyerekeiknek. Vagy mások úgy találják, hogy szenvedést okoztak a szeretteiknek, és most rájöttek, hogy amit tettek, helytelen volt. És ismét mondom, ez egy olyan példa, ahol együttérzőnek kell lennetek önmagatokkal, mert egyetlen emberi lény sem tud az adott tudatossági szintjén túl cselekedni. Tehát ez volt a tudatossági szintje abban az időben, és azt nem tudta meghaladni. És itt megint azt mondom, hogy egy bizonyos pontig igényeket támasztasz magaddal szemben. Ez egy jó dolog, mindaddig, amíg te ezt élvezed. És te ezt élvezed. Ez egy csodálatos dolog. Amikor az öröm elveszik abban, amit csináltok. Akkor óvatosnak kell lennetek, mivel ekkor meg kell állnotok, és azt kell mondanotok, oké, okay. itt valami nincs rendben, mert már nem élvezem, amit csinálok. Tényleg ez a veszély, és amíg élvezitek, nincs is szükségetek még csak együttérzésre sem. Néhány embernek nagyon aktív az elméje. Talán ez az, amit Freud szuperegónak vagy valami más szubjektumnak nevezett, amely kritizál téged. Néhány embernek bizony sajátosan működik az elméje és nagyon kritikus önmagával szemben. Talán ez valamilyen mértékben mindenkiben megvan, de néhány embernél ez kifejezetten erős is, ezzel borzalmas együtt élni. Egy olyan hanggal a fejedben élni, amely folyamatosan kritizál és azt mondja neked, nem voltál elég jó. Nem vagy elég jó. Jobban kellett volna csinálnod. Úgy értem, ha egy ilyen emberrel kellene együtt élned, te is elhagynád. Úgy értem, szörnyű lenne együtt élni egy olyan emberrel, aki folyamatosan ezeket a dolgokat mondja neked. De ha ez a dolog a fejedben ragadt meg, mit tehetsz? Amit viszont tehetsz, hogy tudatosítod magadban, hogy mindez egy bizonyos minta az elmédben. Egy bizonyos mód, ahogyan az elméd működik. És így ezt nevezhetnéd mellékszemélyiségnek is. De valójában az egy elme mintázat, ami benned működik, és amikor tudatosságot hozol ebbe, felismerheted, hogy ez egy elme minta benned. Más szóval, már nem hiszel el minden felmerülő gondolatot, amit mond. Felismered, hogy ez egy régi elme minta, ami ugyanazt mondja, amit öt évvel vagy tíz évvel ezelőtt mondott, és mindig ezt mondja, és felismered. Azaz, nem ragadsz többé a gondolatok csapdájába. Ez a lényege az egésznek, amiről beszélünk. Nem hiszel minden gondolatot, ami a fejedben felmerül. Ez valójában azt jelenti, hogy van egy tudatosság a gondolaton túl, és rájöttök, hogy a hang a fejemben megint ezt mondja. És ez minden. És amikor nem adsz neki energiát az azonosulásoddal, akkor kezd lecsendesedni. Így megszabadulsz ettől a szörnyű tehertől, hogy az a valami a fejedben beszél hozzád és megkeseríti az életed. De ami számít, hogy a tudatosságnak ott kell lennie, ami megszabadít téged. Mert akkor te a tudatosság a helyet, hogy a gondolat lennél, vagy a gondolat csapdájába esnél, vagy a gondolat megszállna téged. Van egy film, amit valószínűleg sokan láttatok már. Egy szép elme a címe. Ez egy tudósról szól, valójában egy létező személy történetén alapul. Egy zseniális tudós volt a szakterületén, de téveszmélyi támadtak. Olyan embereket látott, akik nem voltak ott. Klinikailag skizofréniának hívják a betegséget, akárhogy is hívják. És az a nagyszerű a filmben, hogy a néző egészen addig a pontig, amíg a főszereplő rá nem jön, hogy ezek a dolgok illúziók, a néző sem tudja ezt. A néző részt vesz a főszereplő illúzióiban, ő is azt hiszi, hogy ezek az emberek léteznek, amíg hirtelen a főszereplő rá nem jön, hogy ó Istenem, olyan dolgokat látok, amik nincsenek is. És aztán továbbra is látja ezeket a dolgokat. De hirtelen a tudatosság jelenik meg benne. És így. Bár ezek az emberek, akik valójában nem léteznek, még mindig feltűnnek, ott van benne egy tudatosság, hogy többé nem reagál rájuk teljes mértékben. Nem támogatja őket a reakciójával, és fokozatosan évek alatt elhalványulnak. Évekbe telik, amíg alább hagynak. De a döntő pont az, bár a szót soha nem említik, a döntő pont a tudatosság. Hűha! És ugyanez vonatkozik az emberi elme bármely mintázatára, nem csak egy teljesen őrült mintázatra. Tudatosítani kell, hogy ne kínozzon benneteket. És az igazi együttérzés amúgy is mindig a tudatosságból fakad. Igen. Bradley Horovic Igen, köszönöm. Gyerekkorom hegedű tanára az ujjával hadonászott felém, és azt mondta, Hallasz, de nem figyelsz, és nem bóknak szánta, de úgy tűnik, hogy ez lehet a technika, a belső kritikával való foglalkozás. Eckhart le. Igen, nagyon jó, igen. Egy férfi kérdez. Azt akartam kérdezni, hogy úgy tűnik az az állapot, amiről beszélsz, hogy nyugalomban vagy, és a pillanatban vagy, ez nagyon vonzó és. Többnek érzed a kapcsolódást. Én azon tűnődöm, hogy a társadalmakban vagy az emberekben miért van meg a vágy a figyelem elterelés iránt. És mi az, ami arra késztet bennünket, hogy létrehozzuk ezeket a rendszereket, amelyek eltávolítanak minket ettől. Eckhart Tolle A figyelem elterelés, az izgalom, az ingerek. Egyfajta drogok vagy helyettesítők a benned lévő valódi életérzés helyett. Ha tehát nincs meg benned az elevenségnek ez az érzése, amit nevezhetnénk a létezéshez való kapcsolódásnak, a forráshoz való kapcsolódásnak, akkor keresned kell valamit kívülről, amitől élőbbnek érzed magad. Mert amikor teljesen a gondolkodó elmét csapdájába esel, akkor hiányzik az elevenség akkor az az érzésed, hogy valami alapvető hiányzik az életemből. Sok ember számára ez öntudatlan érzés. Sok ember életének alapja valójában a hiányérzet. És ez egy csodálatos dolog, ha igazán megvizsgáljuk, hogy az életünk alapja az, hogy valami hiányzik és emberek milliói vannak a bolygón, akik ezen az alapon élik az életüket, anélkül, hogy ezt teljesen felismernék. Mintha folyamatosan azt mondanák maguknak, és bizonyára azt éreznék, hogy itt valami hiányzik. Tehát mindig azt kérdezik, hogyan pótolhatom azt a dolgot, ami hiányzik. Nem tudják, hogy mi hiányzik. De van valami, ez talán ismerősen hangzik néhány otoknak mert ez egy ilyen elterjedt elmebeli, mint a valami hiányzik, szükségem van valamire. És persze, ami hiányzik, az a létezéshez, az elevenséghez való kapcsolódás valódi érzése. És akkor persze azt keresed. Oké, okay, mi lehet a következő, amit megszerezhetek? És akkor egy kisé mohóvá és függővé válsz az ingerek iránt. Ezért van, hogy a rossz filmekben egyre több és több olyan dolgot mutatnak be, ami egyre inkább az erőszakra ösztönöz. Mert akkor legalább az elevenség érzését helyettesítheted, és akkor keresed a következő lehetőséget. Néhányan ezt a drogokban vagy az alkoholban kapják meg. Ez majdnem olyan, mintha valamit fel kellene szívni, hogy kitöltsd azt a hiányzó űrt vagy egy másik emberi lényt keresel, hogy kitöltsd vele. A szexel, hol van a következő? Vagy akár egy következő viszonyban az izgalomból, ami abból származik, hogy épp most kezdesz egy szerelmi viszonyba. Hű, most már tényleg megtörténik. Igen, persze. Aztán elkezdenek együtt élni, és onnantól kezdve csak lefelé mennek a lejtőn. Szóval ez nem működik. Tehát mindig keresel valamit, és nem tudod, hogy amit keresel, az valójában már benned van. Benned van. Ahelyett, hogy odakint keresnéd, menj befelé. Ezért kezdem a Most Hatalma című könyvemet azzal a példázattal, hogy egy koldus egy régi dobozon ül, kezében a bészból sapkájával. Tudsz adni egy tíz centest? Tudsz adni? kérdezi, és éveken keresztül ül ezen a dobozon. Tudsz adni egy tíz centest? Míg végül jön valaki, aki nem ad neki egy tíz centest sem, és megkérdezi, mi van abban a dobozban, amin ülsz. Ezt a példabeszédet mondom a könyvben, és ő azt mondta, semmi. Évek óta rajta ülök, ez csak egy régi doboz. Erre a férfi azt mondja, nézd csak bele. És végül azt mondja, rendben, és tele van aranyjal. Évek óta azon ül és koldul. Ez csak egy kis példa. Természetesen az igazi dolog még csak nem is közel áll hozzád. Ez lényegében része annak, aki vagy. Ez az oka annak, hogy az emberek. az emberek keresik, sőt, keresik a párkapcsolati drámában rejlő ösztönzőket, mert ettől érzik magukat. Nos, legalább még életben vagyunk, harcolunk, életben kell maradnunk. Bradley horovic azt hiszem már csak egy kérdésre van időnk. Ismét egy férfi tesz fel kérdést. Hello, a nevem Alex, én berendezéskarban tartó vagyok, szóval én tartom üzemképes állapotban az ilyen helyiségeket, mint ez is. Kaptunk néhány nagyon gyakorlatias dolgot, hogy hogyan próbáljunk megszabadulni a figyelem zavaroktól. Kíváncsi vagyok egy másik kérdésre, ami nagyon erősen érzelmi jellegű. Például most éppen ideges vagyok. Nincs okom idegeskedni. Semmi rossz nem történhet. Hogyan lehet legyőzni az ilyen érzelmeket? A féltékenységet, a gyűlöletet, bármilyen erős érzelmet. Van valami gyakorlati tipped, amit kipróbálhatnánk erre. Köszönöm. Eckhart le. Nos, először is hasznos, ha meglátjuk a kapcsolatot, ami általában fennáll az adott gondolatok, amelyeket gondolunk, és az érzelmek között, amit érzünk. A legtöbbször az érzelmeket az elmédben lévő bizonyos minták okozzák. Például a szorongást az okozza, hogy olyan lehetséges jövőbeli dolgokra gondolsz, amelyek megtörténhetnek. Vagy olyan dolgokra, amelyeket szeretnél, hogy megtörténjenek, de lehet, hogy nem történnek meg. Lehet, hogy nem kapod meg, amit szeretnél. Lehet, hogy nem kapod meg, amire szükséged van. Lehet, hogy elveszíted, amit már megvan. Ezek mind olyan elmeminták, amelyek félelmet keltenek. Tehát nagyon gyakran a gondolat hozza létre az érzelmet. És a gondolat létrehozza az érzelmet, mert teljesen hisztek a gondolatban. Más szóval, teljesen azonosultok a gondolattal. És a test úgy reagál, mintha a gondolat valóság lenne. Lehet, hogy elveszítem a munkámat. Ha arra gondolsz, és éjszaka közepén felriadsz, majd elkezdesz egyre több ilyen gondolatot gondolni, a test nem tud különbséget tenni. A test úgymond reagál a gondolatokra, amik átmennek az elméden. Ezek befolyásolják a test fiziológiáját. Úgy gondolom, ha kételkedsz ebben, gondolj arra, hogy beleharapsz egy citromba azt fogod tapasztalni, hogy a nyál felgyülemlik a szádban szóval, amit gondolsz, az hatással van a testedre. A test azt hiszi, hogy a gondolataitok valóságosak. Így amikor azt gondoljátok, hogy elveszíthetitek a munkátokat, akkor a test szerint már elvesztettétek a munkátokat, és nincs telenek lettetek. Így reagál a test, és így jön létre az érzelem. Így aztán gyakran azáltal, hogy megnézed, meglátod, hogy egy gondolat nem igaz, valójában elkezdesz felszabadulni. Csak akkor láthatod valótlannak, ha van egy tudatosság, amely tudatában van annak, hogy van egy gondolat. Tudatosság nélkül csak a gondolat van. A gondolat, mikor elnyeli az egész tudatosságodat, akkor már nem tudsz mást tenni. De a tudatossággal, itt van a tudatosság, és itt van a gondolat. És akkor a gondolat még egy ideig működhet, de már nincs felhatalmazva. És akkor az érzelem is gyengülni fog. Lehetnek olyan helyzetek, amikor nincs sok gondolat, mint ebben, amikor az előbb azt mondtad, odaléptél a mikrofonhoz, ideges voltál. Talán nem volt semmilyen gondolatod ez alkalommal, csak ideges lettél, mert sok ember, amikor felmegy a mikrofonhoz és nyilvánosan beszél, idegesnek érzi magát. És ismét, ezekben az esetekben egyszerűen csak megengedjük, elismerjük az érzelmet, és megengedjük, hogy ott legyen. Ahogy én néha mondom, hogy teret adunk neki, megengedjük, hogy ott legyen. Tehát odaléphettek a mikrofonhoz. Valójában nagyon hasznos, amit mondtál. Amikor odamész a mikrofonhoz, és azzal kezded, hogy azt mondod, ideges vagyok a tenyerem, izzad, mert itt vagyok. Ez a kezdet. Hogy hagyjuk, hogy ez ott legyen, anélkül, hogy úgy éreznénk, hogy nem kellene idegesnek lennem. Aztán még idegesebbnek érezzük magunkat. De ha megengeditek, hogy az érzelem ott legyen, akkor egy kis tér keletkezik körülötte, és egy tudatos tér jön létre. Igen, van idegesség, de van egy tudatosság körülötte. Így nem vagytok teljesen benne az idegességben. Megengeditek. És amikor ezt megosztod másokkal, akkor ez egy csodálatos dolog. Amikor bármilyen érzelmet ilyen módon megosztasz másokkal, a ahelyett, hogy az érzelmeidet rájuk zúdítanád, és azt mondanád, ezt te tetted velem. De amikor azt mondjátok, amikor ezt mondtad, ezt éreztem. Ez inkább egyfajta tudatosság, mint az, hogy ezt érzem miattad. Azt mondhatod, amikor ezt mondtad, ezt éreztem. Vagy Ebben a pillanatban ezt érzem. Mindenki szereti ezt, és ez őszinteséggel jár. Ahelyett, hogy oda mennél a mikrofonhoz, és úgy tennél, mintha nem lennél ideges. Ezzel valójában sokkal erőteljesebb és mélyebb kapcsolatot teremtesz, ha valaha nyilvános beszédet tartasz. Talán fogsz is. Sokkal mélyebb kapcsolatot teremtesz a közönséggel mert ahelyett, hogy elrejtenéd, hogy ideges vagy, azzal kezded, hogy azt mondod, nagyon ideges vagyok. Akkor mindenkivel kapcsolatba kerülsz. Ha megjátszod magad, akkor nem tudsz kapcsolódni. Tehát még egyszer. Csak egy rövid összefoglaló. Nézd meg, hogy milyen gondolatok okozzák az érzelmet, ami gyakran előfordul. Vagy más esetekben, ha egy érzelem csak úgy felbukkan, engedd meg, hogy ott legyen. Adj teret neki, és ez a jelen pillanat megtapasztalásának része, és akár igent is mondhatsz rá. Mert ami a jelen pillanatban felmerül, az már úgy van, ahogy van. Akár vitatkozol vele, akár nem. A jelen pillanat mindig úgy van, ahogy van. És ez az a vanság, és amikor barátkozol a vansággal, ez önmagában is a tudatosság átalakulása. Bradley Horovic Sok embernek kell köszönetet mondanunk. Először is szeretném megköszönni azoknak, akik a webcaston keresztül kapcsolódtak be. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, akik úgy döntöttek, hogy itt töltik velünk a délutánjukat, Szeretnék köszönetet mondani Richnek és a Google tanulási és fejlesztési csapatának, akik lehetővé teszik az ilyen eseményeket. És természetesen mindannyiunk nevében köszönetet mondok Eckhartnak. Köszönöm a bölcsességedet, köszönöm a létezésedet, és azt is, amit teszel a világban, hogy megosztod velünk ezt a tudást sok gondolkodni nekünk, és ami még fontosabb, azt a képességet, hogy egyáltalán ne gondolkodjunk. Eckhart Tolle, köszönöm. Felolvasta Korek Mária. Köszönöm a meghallgatást.